mindenkinek a mai napra két hanganyag volt betervezve. Meglátjuk, hogy mind a kettő elkészül-e. Az első téma ugye a harmadik Bélával kapcsolatban megjelent egy újabb cikk a Nature magazinban. Interneten majd belinkelem, hogyha szeretnétek angolul elolvasni. Ugye eddig az Y-kromoszomális és a mitokondriális dns -e volt meghatározva. Most már az autoszomális is kiderülnek szemszín, hajszín, stb. Információk, másik videó pedig a holdvilágárok magyarázó szövege lenne, azt viszont majd fényképes formában szeretném leközölni. Egy feliratos videó formátum volt előzőekben. Jó, hát itt az első bevezető részben közlik általánosan magyarokról, hogy mikor Uh, alapítottuk a Magyar Királyságot, meg az előzőekben közölt harmadik Béla DNS-e, tehát y kromoszómás DNS-e, ez az R1, az E21-23-as uh, haplocsoport van megemlítve, meg hogy mikor, uh, tehát 1172 és 96 között uralkodott harmadik Béla. <coughs> Mitokonyás DNS-éről is szó van, ugye a H haplocsoport, tehát ő anyajágon viking volt, tehát uh, királyokkal kapcsolatban én uh, ezeket az anyai vonalakat annyiban azonosítás szempontjából hasznosnak tartom, uh, viszont nyilvánvalóan magyar őstörténeti következtetéseket nem lehet levonni egy francia, örmény, skandináv vagy szláv anya uh, okán. Aztán van a bevezetőben, a az európai kontinenssel kapcsolatban ez a populáció ismertetése, mikor jöttek a sztyeppéről a nomád pásztorok. Meg egyebek, tehát semmi extra. Aztán ugye ebben a cikkben megemlítik például Mogeris, Mua Geris királyt, ugye, akit én is mindig megemlítek, hogy az magyar gyakorlatilag az ő neve, ezt a görög isz oszt, ha levágjuk róla, hiszen ugye a Malalász közlésében tudunk róla, akkor megkapjuk ugye a magyar nevet, és a fekete tengertől északra fekvő Kutigur hunoknak volt az uralkodója, Krisztus után 530-ban, ez dicséretes, hogy megemlítik, persze a finnugor nyelv is szerepel, ugye a magyarok finnugor nyelvek, stb. stb meg hogy Álmos és Árpád mikor hódítja meg a medencét. Árpád házi királyokról van szó. Aztán nézzük az eredményeket, mert igazából a történelmi részére mindenki tisztában van. Kiderül pár érdekesség. Az egyik az, hogy autoszomális vonalon kelet-európai volt harmadik Béla autoszomális DNS alapon, és a ma élő népek közül, lehet kapaszkodni, a mai magyar és a mai horvát néphez állt legközelebb az ő autoszomális DNS-e. Továbbá megemlítik, hogy világos bőrű volt harmadik Béla, ugye ezt egy csontfázából lehetett tudni, hogy egy magas, fiatal fiatalemberről volt szó, több mint 190 centis magasággal most már azt is tudjuk, hogy fehér, tehát világos bőre volt. Nem fehér, mert ugye nyilván ez, ezt világosnak szokták hívni, nem fehérnek. És e, zöld vagy kék szeme volt. A harmadik bélnek ez is a DNS-ből derül ki. Egyébként a cikkbe említik is, ha valakit érdekel, hogy melyik e, gén az, amiből ezt ugye, lehet tudni. Hát meg van is, ugye ba, Baktia területe, tehát Észak-Afganisztán, majd Baskíria területe, az már a Magna Hungária területe, a kettő között meg ugye az ázsiai humbirodalom lenne az összekötő kapocs időben is akár nézve. Hát nagyjából ennyi, tehát kelet-európai volt Harmadik Béla és a mai magyar és a mai horvát népességhez áll a legközelebb, genetikailag. Na itt van, azért felolvasom hát, ha valaki szeretné hallani a hangomat. Az SMP-k alél információi, egész pontosan. És akkor ott szerepel. Ja, és laktuszérzékeny volt. RS4988235 felelős a laktáz perszisztenciáért Európában. Ez a szaki kifejezés. Aztán az SLC 24A5 és az SLC 45A2 SMP felelősek a bőr világos pigmentációjáért. és illetve ez az smp ben ez a Herc 2, az a mai európaiak világos szemszínének elsődleges meghatározása. Ugye ezek lettek volna, harmadik Béla DNS-éből kinyert újabb információk. Mondom még egyszer összefoglalásként, hogy Uralkodóosztályoknál, ami a legfontosabb az az apajági öröklődés, mert hiszen dinasztikus kapcsolatok, létrehozása úgy történik, meg a politikai kapcsolatok meglesítése, hogy idegen uralkodó házakból hoznak hercegnőket, akikből királyné lesz, és ugye a gyermek az utód az anyai ágon már királynétől hozott génekkel fog bírni, tehát azt lehet mondani, hogy már Géza feleségesen volt magyar, hiszen Saroldu feltehetően valamelyik türk néphez tartozhatott, mert a neve ugye fehér menyétet jelent, és ugye a Vajk név is, István neve is, török eredeti, vagy türk eredetű, és azt jelenti, hogy Bajik, vagyis igaz ember. Egyébként a Vajkból van a román Vojku is, ott is a Kun uh, eredetű névez. Melyik türk? Azt nem lehet tudni. Tippek vannak, hogy besenyő esetleg. Az a legelfogadottabb. Tehát én szerettem volna elmondani ebbe a videóba, és akkor a következő videóban, ugye a holdvilágároknak, vagy Szikambriának a mai látható emlékeiről lesz pár szó. Ugye a videómnak a narrációja. Egész egyszerűen nem volt olyan hangulatom, hogy elkészítsem ezt a narrációt, és inkább feliratoztam, hogy pontosan mit látunk. Most viszont ugye képek bemutatása mellett a másik videómban erre sort kerítünk. Illetve legyen -e olyan videó, hogy kérdésekre válaszoljak, mint amit például a Torockai Lászlónál lehet látni a videói között. És hogy nyilvánosságra hozzam-e, ez már elkölcsi kérdéseket is felvet, a letiltott emberkéket, és hogy miért tiltottam le őket. De ezt nyilván ez nem úgy, hogy a videóban elmondom, hogy kiket tiltottam, hanem minden videóba bemondjam, hogy ki mit trollkodott össze. Vagy ne, tök mindegy, ti döntötök. Köszönöm a figyelmet, és akkor a másik videó is keressétek meg.